Az Óbecsei Samu Mihály Általános Iskola a Városi Színházban tartott ünnepi akadémián emlékezett meg az intézmény fennállásának 64. évfordulójáról. Az iskolát 1955. június 6-án alapították meg, az akkori Óbecsei Körzet Népi Bizottságának döntése alapján. Az intézményben a kezdetektől magyar és szerb nyelvű oktatás folyik. Az elmúlt 20 évben az iskolának nem volt hivatalos iskolanapja, idén azonban úgy döntöttek, a tolerancia napját, vagyis november 16-át jelölik ki erre a célra. Nagyon nagy öröm számomra, hogy az ünnepet együtt tudjuk ünnepelni a tanulóinkkal, szüleikkel, a volt pedagógusokkal, kollégákkal és a tanulók szüleivel. Tanulóink felkészítő tanáraikkal együtt egy kis műsort készítettek, amit itt a Városi Színházban fognak előadni. Utána a Texas vendéglőben kerül sor majd a jubiláris ajándékoknak az átadására. Köszönetet szeretnék mindazoknak az embereknek mondani, akik a mai iskolanapon segítséget nyújtottak. Az intézmény a harmadik helyi közösség területén működik, és jelenleg 24 osztályban összesen 398 diákkal foglalkoznak. Az iskolának kihelyezett tagozatai működnek Pecesoron, ahol az elsőtől a negyedik osztályig összevont osztályokban folyik az oktatás. A tanulók és a tanárok is úgy vélik, több okuk is van az ünneplésre, a tervek szerint ugyanis hamarosan megkezdik az iskola felújítását. Évekig nem történt felújítás az iskolában, ennek oka, hogy egy bírósági per miatt zárolták az iskola számláját, így nem volt lehetőség a befektetésre. Most azonban a tartományi oktatási titkárság és az Óbecsei önkormányzat biztosította a felújításhoz szükséges pénzeszközöket. A munkálatok során fel lesz újítva a tornaterem, a toalettek és a mellette lévő épületrész. A tartományi titkárság 2,5 millió dinárt biztosított erre a célra. Emellett a tartományi sporttitkárság pályázatán is részt vettünk, ahonnan szintén számítunk támogatásra. Az elkövetkező időszakban szeretnénk teljesen felújítani az iskolát. Már elkészült az ehhez szükséges projekt, és a pályázatok által szeretnénk lépésről lépésre haladva felújítani az intézmény egész épületét. A Samu Mihály Általános Iskola 80 dolgozója között 55 tanár van. Az ünnepség keretében 9 munkatársnak adták át a jubileumi díjat az iskolában töltött 10, 20 és 30 munkaév után. Meg kell említeni azt is, hogy a Magyar Nemzeti Tanács 2011-ben az iskolát a hagyományok megőrzése és az identitás fejlesztése terén végzett munkájáért a magyar nemzeti kisebbség számára különös jelentőséggel bíró intézménnyé nyilvánította.